Sziasztok! Ki van itt? Maga. Éva asszony! Nem írt a Janika? Még mindig vissza. Ja, bár indultak vissza a gyerek. Még nem válaszolt. Gyerekek! Csavargunk! Csavargunk! Ez a window shopping, úgy mondja. Window shopping. Nézelőd, de nem igen beszél. Hát, mi az, vettünk sok mindent. Itt voltunk a kínai boltban. Tegnap volt Black Friday. Otthon de... mutatom majd a... Ja, most állítólag, meséld el. De ne vedd fel a maszkot most. Meséld addig el, fordítsd magadra a kamerát. Mit mesél? Hogy mi történt a Black Friday-jal. Sokkal kevesebben voltak a közben. Várja, mert itt lesz. Sokkal kevesebben voltak a Black Friday-kor a boltokba, mint a egyébként hétköznapokon, normál hétköznapokon. Úgyhogy... Várták azt a nagy rohamot, ami szokott lenni, hogy össze-vissza... Ja. Állítólag... tapossák egymást, ja. Szóval nagy lófasz volt. Állítólag most a online-on, tehát az interneten keresztül így... Ilyen önmert beszélj. Annak, hogy kb. 47%-on fölment. Több lett. Ugye az emberek nem mernek boltba menni. Mi ez? Hong Kong vagy? Meg a másik az egyébként Wong Kai. Wong Kai. Meg az a helyzet ám, hogy, hogy az embereknek nincs nagyon pénzük. Nagyon sokan még mindig nem dolgoznak. Régi típusú kamionok. Nagyon sok állam le van zárva. Nem tudnak dolgozni. És sokan megélhetése kell, hogy elég legyen a pénz. Egyenesen megyünk. Úgyhogy nem, hogy ajándékra költenek. Kanyarodjuk jobbra? Ne, egyenesen megyünk. Ja, kajára kell a pénz. Igen. Nem, hogy... Black Friday-ra összeszoktak régebben vásárolni, minden szart. Máskor ilyenkor mennek az emberek, itt az őrültek, érted? Van, akik már egy héttel ezelőtt, a Black Friday előtt odaállnak a bolthoz, sátorba, igen. Takarókkal, meg váltják egymást, hogy a helyi... Jaj, de szép! Look at that! De gyönyörű vagy! És júj! Most ennek a nyoma se volt. Bizony. Még csak forgalom sem volt az úton, hogy az emberek még csak nézelődni is elmentek volna, mert nem. Kiválasszák a komputeron, a interneten, online-on megrendelik. Majd jönnek most meg. Azok jön, fél, ja. Most majd megindul a sok csomagküldés, ja. Meg megindulnak a porch pirate-ek is, tudod, akik ellopkodják a porcsról. Ja, mert a... Most ez mi volt? Kire tudáltál te majom? Még... Ja! Megfordult? Öreg asszony! Ja, megfordult a izé. De oda van írva, hogy nem lehet megfordulni. Igen. Úgyhogy jogos volt, mert... Az öreg asszony már beszélni nem tudott, olyan öreg volt. A fingot is úgy nyomják ki belőle. De rádudált. Hát de jogosan, mert nem lehet. Nem az, hanem ő nem ér rá. A nyugdíjas öreg asszony. Sárgán ment át már. Nem ért rá várni, kettő, másodperc. Na, valahova odáljön. Ide jövünk a Oliz-ba. Miért? Ha, mert ez, bolt, ez kell, nem az a bolt, az a Oliz. Ne kelljen gyalogolni sokat. Ez nem az a parkoló. Szokás szerint. Family Restaurant, tessék. Családi étterem, üres. Meg a többi is. Nyitva van, de szerintem tök üres. Senki. Meglátjuk, hogy mi van leárazva. Én szeretem ezt a boltot itt. Mit, ha nem mondtad volna, akkor is tudjuk mindenki. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy kétfele megyünk. Jani megy megnézni, amit őt érdekli. Én meg nagyon gyorsan kell, hogy megnézzek mindent, mert ő mire készen van addigra, nekem készen kell legyen. De ezt nem olyan szigorúan nem. Veszünk. Na gyerekek, megjöttünk. Gyere!
A gyerekek, állítólag leárazás van. Van itt minden. Ezek itt csak a kávék. Hát gyerekek, minden szétbarmolva. Na, vannak azért. Érdemes megnézni. Karácsony cuccok. Jó nagy kupi van. Kutya ágyak. Amit csak el tudsz képzelni. Matracok. Azt hiszem fölöslegesen filmezek, mert a háttérben szól a zene és a YouTube le fogja tiltani a videót. Csak serpenyők. Jaj Istenem. Válasz ki, hogy melyik a jó, mi? Milyen itató? Ó, már látott valamit. Ha? Barbie? Igen. Ez a tavalyi Barbie, nem ja. Az idei. Karácsony. Gyerekek, halott orosz katona is van. Kaják. Különböző szószok, minden kávék. Mogyorók. Kekszek. Amit csak el tudsz kérni, kávé. Például patronos kávé. Szoktunk ki, azt hiszem majd viszünk is innen. Fülhallgatók. Itt a múltkor találtam egy jót. Nem tudom, hogy most lesz-e. Megnéztem a sok szart, ott aztán egyik se tetszik. Annyi játék van. Ó, minden. Ebből nem tud választani. Minden az égvilágon. Ja. A patronos kávét majd veszünk itt? Nincs az, van amit mi szoksz. Ez itt mind fűszer. Hát gyerekek, igaz, tudnánk vásárolni mi sok mindent, de azt hiszem elég volt. Nézd, ott az a... Mi is volt az? Ja, ezt sütötték Esztergomba tallér. Sajtos tallér. Ja. Milyen szépen megcsinálj. Ez ilyen édes. Ja. Hallgatod, nem találtam? Na, volt, de nem tetszenek egyik sem. Emlékeztek a Zizire? A Magyarországon régen. Tudod, 50 évvel ezelőtt. Ez kutyakaja. Fogunk állni egy órát a pénztárban, nézd meg. Ja, ez mi ez? Ezt kell kidíszíteni, ez a gingerbread. Na mondd el, akkor hogy mi a lényeg? Megy a kamera. Az, hogy ez feláll. Ebben van 48 darab. 48 darab, ez a Walmartban megveszem 26 dollárért. Igen, és itt? Meg 15. 15, úgyhogy vettünk kettőt. Ezt kerestem ott középen, de ja. Nem láttam. Na, szóval ez a patronos kávé. Szóval fele áron megveszük, mint máshol. Na, vegyük elsőre.
Hát én nem fogok itt végigállni. Ez nem sok. Kimegyek. Ja, menjél ki. Na, miket be? Majd azt mutatjuk itt, nem? Hát gyerekek, érdekes módon most mindenkin volt maszk. Hát kell, kell legyen. Na. Egyébként mindenhova, mindenhova kell a maszk. Most már ki vannak írva. Sőt, szerintem az lesz, ha behozzák a vakcinát. Vakcina nélkül nem mehetsz vásárolni, szerintem. Kapsz ilyen igazolványt. Nem? Hát majd kíváncsi leszek rá. Tegnap már Bill Gates, tegnap már Bill Gates mondott valamit az összen. Ja. Nem tudom, látszik-e az a kosárba a mézes kalácsházak, azok mind el vannak törve. Most az ami lesz? Bezúzzák? Én azt csinálnám, hogy negyed áron eladnám. Komolyan. Na, fizetünk. Barbie, Barbie. Évi szeret vásárolni. Olyan szép. De tényleg szép. Ennek úgy fog örülni. De ez nem az idei, ez a tavalyi. Ja. Na, thank you. Na, már biztos, thank you. Na, jó van. Évi odapakolt. Na, Évi megéhezett. Olyan csokoládét eszünk, gyerekek, hogy... Na, mondja le. Édes-sós. Édes és sós. Tehát csokoládéba bele van mártva, és kívülről megsózzák. Beton hozzi közel? Sziszalt van rajta. Sziszalt van az. Ugye, hogy fogom, így jól van a kezem. Ja. Tessék. Oh my goodness! Majd oda meg mellé lassan, jó? Oh my goodness. Engedd le a blokkos. Mutatunk egy kis érdekességet. Ezt elfogadnám, azt az elsőt. Elsőt? Ez micsoda? Harry Davidson. Oh my lord. Komoly. De szép. És ez pedig? Oh. Wow. Slingshot. Slingshot. Flying vagy sling? Sling. Slingshot. Három kerek. Ajajajajaj. Wow! Na. Love it! Na jó van! Ilyet is láttunk. Uh-huh. Honnan jöttünk. És arra megyünk. Ja. Na, haza megyünk és csinálunk egy... Bontonleves. Bontonleves! Kínai leves, gyerekek! Bakcsolylevest. Bakcsolj. Bak vagy pak? Bak. Bak. Bakcsolj. Bokcsolj. Bakcsolyt beletesszük. Azt a tésztát. Actually egy kicsit olyan óval kéne mondani, nem? Bokcsolj. Bokcsolj. Nem tudom. Mindenki úgy mondja, ahogy tudja. Ahogy igaz? Akarja. Ahogy akarja. Nem megyünk pizzát enni? Szemszbe? Nem. Miért? Ah, no. Miért nem? Ott a leves, a gonton leves. Itt van a legjobb pizza a városban. Szemszbe. Itt a Sam's Club ezen az oldalon. Egyáltalán jó még nekem a kártyám oda vajon? I don't know. Be van fizetve? I don't know. Tagsági díj. Itt meg a Walmart. Van a nagy szar sincs befizetve szerintem semmi. Hát ezt a Mari szokta intézni. Ez most mondd meg milyen autó oldalról. Ez gyönyörű, azt egy látom. Egy szép fehér SUV. SUV, de mi? Mi lehet? Ki tudja. Majd eldől, hogyha. Mindjárt elmegy aztán, ő megy először. Válik. Nem tudod megmondani oldalról. Bármi lehet. Volvo.
Mire satszolsz? A kereké, mi van a kereké szélre? Ford, Volvo? Én nem látom innen, de mindegy. Én sem látom innen. Mire satszolok? Hát, ez szerintem japán kocsi. Vagy pedig... GMC nem lehet. Na. Ugye? A japán, szerintem valami japán vagy koreai. Na most még nem megy, várjál. Most csak most jönnek onnan. Na mi lesz? Na, bassza meg, most bejött. Na várjál, hol van? Explorer. Ford. Ford. Gyerekek. Ford Explorer. Micsoda szép kocsi volt. Ford Explorer, jó nagy. Valami újabb fajta. Hol menjünk az én? Menjünk ki a pályára? Nekem már rég volt. Igaz? Autópálya, illetve autó... Nem autópálya. Highway. Highway, ja. A highway. Trio van. Highway. Highway! Highway. Arra vagy a flea market. Igen, arra. Itt mondom a magamért, hogy itt a tükörbeti nem lássázunk, de én igen, hogy a hátam mögött levő kocsiban az Ürge valamit evett kanállal, valamiből, vagy villával. Azt mondja Évi, hogy? Én is szoktam. Azt mondja, ő is azt szokta csinálni. Menet közben eszik villával. Igen. Az ülés. Akkor megsütöttem a tojásrántottát, és hagytam olyan jó nagy darabokra. Igen. Right? Aztán beletettem a plastikbe. Összevágtam a villával olyan falatnyikra. Az mi ott? Mi? Ott. De mi? Repülő az égen, vagy... UFO. Vagy UFO, ja. Ott pedig az UFO! Nem drón? De nagyon lassan az... száll. Meg nagyon alacsonyan. Na, az repcsi. Repülő? Kis repülő. Na mindegy, és akkor fogom a kenyeret, harapom, és akkor a villával egy falatot föltök szedni. Szépen megkajálok két meló között, az megebédelem. Mire odaérek, megebédelem. Az az érdekes, amikor ugye lenézel, közben megáll előtted a kocsi. Na, nem csinálom. Amikor, a Civis Jani. Abba biztos vagyok mindig, amikor oda nézek, hogy fölvegyem a villára a kaját, hogy előttem legalább ennyi távolságra van valami. De miért nem lehet úgy enni, hogy szépen? Nyugodtan, megállsz valahol. Miért mindig menet közben kell lenni a kocsiba? Két munka között. Csidő. Meg szeretem. Nézd oda, itt is lett egy benzinkocsi. Igen. Hát ez... Ja, és az ember csak lesz, mi? Ez tudom. Üres volt, jó darab. Azt sem tudom, mi volt itt az ember. Ez a ipari park, gyerekek, hiszitek, nem? Ez egy ipari terület itt. Itt vannak a izék, a faktorik. Ezek meg ilyen maszek kis sápok. Ja. Tehát itt is, nézd oda. Semmi nyoma, azért nézd, hogy valami apartmentek. Motorola Solutions. És közben munkahelyek. Itt a zúzóhely. Ja. Kocsi. Régen párszor kocsi bejöttünk. Régen. Itt a kocsiknak a utolsó. De már van, amit el is adnak oda, kitesznek helyre, pofoznak. Nagyjából. Jó, párszor voltunk itt, mi? Ja, azelőtt. Bementünk, itt hoztuk a szerszámot, aztán kellett valami alkatrész a kocsinkhoz. Aztán... És amit lehet, egy zsebre vágtunk, amit ilyet ja. Neked kell kiszedni. Aztán, ha olyan hülye helyen van, akkor bizony... A szerszámot nekünk kellett hozni. És jó, a tűző napon az a legrosszabb. Úgyhogy amikor jöttél, előtte otthon meg kellett nézni, hogy ahhoz, hogy azt valamit kiszereljé, hogy milyen szerszám kell hozzá. Uh-huh. És be kellett mutassad itt mielőtt. Ja, és akkor bemutattad, akkor kaptál egy bélyegzést. Kezedre a bélyegzést. Kézre. Uh-huh. Aztán mentünk. És a nagy 100 fokos melegbe bizony. Még kerekeket is hoztunk egyszer. Kerekeket is, igen. Meg, és jó. És néha olyan jó cuccok. Mit kerestünk egyszer? A Dutchhoz kerestünk a sapkát?
a hűtősapkát. Ja, a hűtősapkát is, meg a benzinsapkát is. Igen. Kettőt is elhoztam. Meg fiúzokat. Ja. Biztosítékokat, meg azt én kihoztam a zsebembe. A fiúzokat ezt a zsebbe jöttek el. Mert 6 dollári akarta adni darabját. Én meg elhoztam egy maréka. Volt körülbelül 20 ezer darab így a kocsikba. Ugyanaz a fajta. Azért... Azért ott mennyire kellett volna, adják 5 centért. Egy olyat. De láttam már azért csinálják. Mert ami ott nem maradtak, aztán a kocsikba, azt mit bezúzták. Most, hogyha behozod az autóban, ha be tudod tolni, ja, akkor mennyit kapsz érte? 500 dollár. Rá legalábbis a régi. De ha behozod úgy, hogy bevezeted, akkor még többet. Akkor egy ezrest. Ha megy a motorja. Tehát meg a minivent vették be 100 dollár, annyit. A batteria többet ért. Vadonat új akkumulátor volt benne. Meg kerekek is újabb volt. Egy hetes akkumulátor, valami 100 nem tudom mennyi. És az, meg a gumik meg voltak csinálva, minden. És az egész kocsiért kaptunk 100 dollárt. Kivettük volna, de nem volt jó a helyzet. Ja, ja. Ja, az a dealer, ahonnan vettük ezt az autót. Az egy másik. Ki akartuk szedni az új batterit, akkumulátort. Toyota. De nem stimmelt a másik kocsiba. Baszlány. Itt a gamblingesek. Na gyerekek, menjünk meg hazafele. Ez meg a meghaló. Havai. Ez a elfekvő helyét vagy mi? Halálváró, kollektív halálváró. Itt a mobil home-ok. Mobil, mobile-ol. Mondjad szépen magyarul, hogy mobile-ol. Mobil. Jó helyek ezek. Jó, hát. Itt ahol vannak. Itt végig. 4-5 ezer ház. Ja. Egy ilyen telepen. Ilyen villagek. Village, kis falu. Itt meg a lepukkant munkásosztálynak az alsó szintjét. Hát itt ilyen is van gyerekek, nem csak a gazdagság. Bizony, bizony, bizony. Ez is Amerika. Most már lehet díszíteni. Ja. Karácsonyra. Jaj, nekem. Meg kell vizitáljam, meg kell látogassam. Jaj, nekem. A díszeket, mert fel kell. Na jó, gyerekek, otthon találkozunk, alright? Megmutatjuk, miket vásároltunk össze sok szart. Ginger 1 dollár. Üdvözlet a konyhából, gyerekek. Milyen sokat megsporoltunk. Gillies-be voltunk a másodjára. Olízba. Vagy Olízba. Tehát itt megsporoltunk egy valak pénzt, elvileg. Ez nagyon szép ez a baba, ugye? Aha. Ez már a... Hú, de fog neki örülni ezt. Tudod, ahányszor eljött velem oda, mindig ja, nézte, amikor szóval... volt. I want that, man. I said, no, Sophie, that's so... Volt leárazásban is volt részünk egy kicsi. Ezt meg kapja egy ágynemű szekjéhez? Igen. Majd ezt... lesz neki egy takarója, meg párna. Meg ehhez. Húzatja, meg minden, és akkor ugyanez a téma, ez a fancy-nancy. Ja. Hát, egy kis rákcsálivalók, az ilyen... Chipsek Sofinak, itt a mézes kalács, elvileg vagy. Ez nem mézes kalács, ez nem, gyömbér kenyér. Gingerbread, igen. Hát, máshogy nem tudom, mi a magyar megfelelője. Ginger az egy gyömbér. Gyömbér igen. Kenyér, vagy a franc, ugyanis. Ez ilyen, mit tudom, energiabár, igen. Kutyának ilyen szalonna. És ez micsoda itt? Ez a menyét? Ez kutyajáték, de nem is akarom, hogy lássa, mert... Miért nem? Mert van neki egy másik, de akkor csak ez kell neki. Itt a másik. És akkor mikor kapja meg? Meg karácsony. Ja, igen. Mit tudom én. Hát az jó, miért? Ez a buffalója, semmi baj nincs. Ez buffaló, ez egy bölény. Az a jó, hogy... Mutasd a bölény fejét. Ez. Az a jó, hogy tudja cibálni, ráncolni, és nincs kitömve. Viszont vannak benne ilyen izék. Azt mondja, most ez melyik volt? Vannak benne, és meg egy teniszlabda van itt a fejében. Teniszlabda? Hát a fejében. Vigyed. Ja, azért pattog. Vigyed. De meg kapott egy, mi ez? Nem bagolj, majd ez is ilyen. Ez is dudál. Ez is ilyen játék. Ez nem dudál? Az. De ez is.
Ezek a játékok, ha megveszed, akkor ezzel a Humane Society-t támogatod, mert... Ezzel támogatjuk a Kutya Egyesületet. Na, és akkor ugye voltunk a kínaiba, hát itt végülis ez majdnem, hogy ilyen levesek, ugye, mert azt nagyon szeretjük a kínai leveseket, ahhoz való tészták, meg nem csak levesbe. Főleg megcsinálod, ütszel tojást, teszel rá ízét, tejfölt, sajtot, és jó, rizs. Rizs tészták többnyire. Size van, ja, a vastagságra, ez a XL, ez a vastagság, ja, ez meg a large. Uh-huh. Extra large. Gyömbér, fokhagyma, ezt együtt kell majd. Milyen szép fokhagymát kaptunk, ott a kínailán. A seasoning mix. Ez pedig nem leves. Oda van írva, instant seasoning mix. Mix. Ja, yellow chicken, hát clear soup. Végül is valami a vegeta szerint. Ez valami folyékony van benne? Vagy? Nem tudom, még nem vettem ezt soha. Ez nem por. Dehogy nem. No. Ez olyan, mint hogyha valami, na, tényleg, ja, valami liquid, folyadék lenne folyadék benne. Azt mondja, hát, yellow chicken, clear soup. Ja. Oké, okay. Kínai nápoi. Ezt már egyszer vettem. Akkor itt van az a erős akármik, ezt a tévében láttam, hogy ezt leizzadtak, mikor ezt tették. Hát olyan, mond, rámen, hogy itt az a neve, hogy mama. Na, amúgy a rémen, rámen levesek, ez rizsleves, rizstésztaleves, ezek meg normál, az is ott, egy, belerakod egy húslevesbe, és már van kis levesed. Itt a wonton leves keverék, és ehhez pedig itt van a tészta, amit majd beletem. Majd fogom ezt mutatni, meg a bakcsojt. Ez a japán, ez már volt egy párszor, ezek japán tészták, ez a udon tészták. Nagyon kellemesek. Meg teja. Kínai teja. Meg teja. A Stevie ajándékba adja majd valakinek, ugye? Uh-huh. Kuncsafnak. Hát gyerekek, ennyi volt, és akkor ez mi ez? Ez is valami fagyasztott. Tészta, de ez a vastag valami. Oh. Ez vastag, ilyen, egész, amire a kis ujjam. Ja, ez nem kell már főzni. Nem, ez meg van főzve, csak föl kell meleg vízbe, vele is kész. És akkor teszel rá mondjuk mákot, vagy amit akarsz, pörköltet. Meg azt is meg akarom csinálni, mákos gubában. Oké, okay. Na, hát ennyi volt. 80 meg. Mennyi volt a másik eredmény? Ez 50 dollár. Ez 50, ami itt van. Ez. Az meg 80. Az miért, de az miért volt annyival több? Nem látom a értékét. Hogy... Hát ez már itt 32 dollár. Ó, akkor marad a 50. Ez 16. Ó, akkor már 8 dollár. Ja. Ez is egy olyan 3, 4, 2, ez is egy... Jó van. Szóval ott van. Ennyi. Majd a leves készítést fogom mutatni, ami nagyon gyorsan lesz meg. Lát el kepakot. Kiskutya is itt van. Jó viselkedett, kapott ajándékot, ő is. Hogy is ez? Már látja. Azt már látja, hogy az az ővé. Na, csak neki adta az egyiket. Már föl is avatja. Másikat nem adom, mert minek legyen képre, majdnem egyforma. Koko, hozd ide! Szereti az új... Nem tudom, miért szereti a újakat. Tesznek bele ilyen zörgős, igen, szarokat, amint a nylon zacskó lenne. Imádja, ha új játékot kap. De hát már mennyi van már? Annyi van, mint a rossz sem. Papucs vagy szandáron is ott van. Az egy papucs, amit rághat be. Azt rághassa? Megtalálta. Már megtalálta a dudát. Na jó. Jaj, de boldog vagyok. Kis szünet. Alright? Kérem, tisztelettel kezdjük. Wonton leves lesz. Ez csak, ugye Évi gondolta, meg én is, hogy tegyünk bele egy kis bakcsolyt, a legközepét, a legédesebb részt, ami körülbelül olyan... Ez miért megy? Ez... Nem elég meleg a víz. Már fort, már visszavettem. Na.
Jó, egy percig legyen benne körülbelül. Jó, vágunk le egy kis hagymazöldet, ami még maradt ebből. Jó, ezt kiszedem most. Nem sok. Ja, Évi leblansírozta, az azt jelenti, hogy kb. Egy percig benne hagyta, és így nem károsodik a vitamin meg egyebek. Most már jó a víz a leveshez ám. Oké. Na most, megcsinálja Évi az alapot. Szóval, ugye ez másfél liter víz. Szóval azt írja, hogy... Fél liter vízhez kell egy kanála. Két kanálra. Kettővel. Hát ez egy olyan, nem, akkor, nem volt, ez nem volt másfél. Én azt javaslom, hogy kóstolva. Kóstol, persze, mert tudod, nekünk is más íz, meg ő nekik is más íz. Tehát három kanálkával tett bele, tehát olyan jó tejás kanál. Oké, és most jön az érdekes rész. Mutatom innen. Ez le van fagyasztva, ez disznóhús, mutass egyet ugye nekem ide a kezembe. Tehát ez meg van töltve ilyen tészta disznóhússal, és rimpel, és különböző fűszerekkel, zöldnövényekkel, és ezt kell ide beletenni, körülbelül 2-3 perc, már zárom is le, mert ugye az a hő, az bőven elég lesz. Hát egy leveshez egy olyan 4-5 darabot számolunk. 10. Hát a felét beletettem. Ja, a felét, igen, annak az acskónak a felét. És ez a hő, meg ez az egész, ez elég ehhez, hogy ez ugye egy pillanat alatt állt föl. Még hagyjam, tegyem vissza a tüzet, egy kicsit forni. Ja, mert most lehűtött. Pedig az lehűzötte nagyon, ja. Gyerekek, ez a wonton soup. Hát így, az, ilyen körülmények. Amikor között, majd a tányérba és majd teszi, a, igen. Akkor... Most a következő, amit én megpróbálok itt készíteni, az nem más, mint egy ilyen szójás megoldású hagymás, ilyen gomba, amelynél ugye hosszára vágjuk ezt a hagymaszálat, jó csúszik, így körülbelül. Jó, ennyi elég lesz. És ugyancsak a gyömbér, ugye ezt is hosszára, amennyire lehet vékonyra. Nagyon egészséges dolog. Még egyszer elvágom így a lapjára, és szintén így hosszára vágjuk. Jön ide a hagymához, teszünk melléje nagyon apró csikokra, összevágok, vékony csikokra kis édes paprikát, hát egy ilyen felett körülbelül így. Jó, ez is megvan. Oké, újabb gyömbér jön, maradék. Oké, ez is megvan. Gyerekek, megy ez mind a... Nem akarok csúnyát mondani. Sok hagyma, szintén ilyen kis lapocskákra. Nem sajnáljuk. De túl sokat sem kell. Semmiből nem kell túl sok. Alright. Idáig jó, ugye? Na most. Bakcsolj, a zöld részét külön hagyjuk. Még egy fokhagymám maradt. Igen, így kalkuláltam. És a bakcsolj pedig így keresztbe. Ebben nem kell olaj. De igen, mehet bele az olaj. Mennyit? Egy olyan 3-4 evőkanál, ez igen, igen zsenge bakcsolyról beszélünk. Mennyi van még? Igen,
nem állítom meg a kamerát, így lehet látni körülbelül, hogy az időket is, ugye, összemérve, összehasonlítva, ugye, majd amikor ti fogjátok ezt csinálni, hogy az erőkészületek egyébként tovább tartanak, mint mindig. Jó, és akkor ugye ezek a vastagabbak le vannak itt vágva, na most ezzel csak annyit fogunk itt csinálni, kérem, hogy ezt ilyen, így körülbelül fölvágjuk. Olaj benne van már? Igen. Jó, forró? Remélem. Tehát így, ahogy van, az egészet ide belehúzzuk. Ilyen egyszerű dolgunk lesz. Közben ugye két tésztát kivettem, és engedünk le meleg vizet. És erre a tésztára így zacskóval együtt, ahogy van, ugye rátesszük. Ez meg van főve, le van fagyasztva. Annyit kell csak csinálni, hogy fel kell melegíteni. Jó meleg a víz. Étolajat használunk. Na, most jön az érdekes rész. Évi itt már figyeli, tanulja ő is a kínai kajákat. Gyerekek, most figyeljé, de most szerintem azonnal elmész a paphoz, és bevallod az összes bűnödet, ugyanis nézd oda, mit tettem rá. Mézet, majd fogok kérni egy kis ecetet. Sima fehér ecetet. Most jön a fehér bors. Tudjátok, az a húgyszagú. Egy korcs fehér ecet. De csak egy korcs. Ennyi. Átforraljuk. Tehát az édes savanyú már meg is van. Hogy mondta a Rodolfo? Rodolfo, hogy mondta? Figyeljetek, mert csalok. Figyelj, csak a kezemet figyeljék. Csak a kezemet. Figyeljék, mert csalok. Igen. Fölforrt a mézecske, átkaramellizálja egy nagyon picit az egészet. Én egy kicsit puhábbra csinálom, itt már a kínai már rakná bele a következőt, én még várok kb. 30 másodpercet. Én nem akarom annyira recsegősre. Rápattintom a gombát. Gyerekek, itt megy minden. Gombát átdínszeljük, Évi közben kezeli a tésztákat. Gomba összeroskad, és nem tudom milyen a kép, remélem, hogy jó. Igyekszem jól csinálni, ha lehet. Ha nem jó, akkor elnézést kérek, de nincs diszpléjem. Na most ugye sót nem tettünk rá, ezért ugye kínaiak szokása szerint szójaszószt teszek rá, és ezzel összeáll a szín. Ugye van a 3-4-5 evőkanálnyi szójaszósz. Forraljuk. Hogy áll a tészta? Tészta? Meleg már? Tettem még rá meleg vizet. Ki bontsam? Nem igen. De bonts ki, muszáj lesz, mert nem megy be közé. Engedjek rá másikat? Mi? Engedjek rá másik vizet? Jó, egész. Főkébe vagy tedd be a mikróba egy picit. Így jobb. De így jobb, így. Mondjuk úgy lett volna az igaz, hogy jól fölforrasz egy pohár, vagy egy kis fazékba vizet, és azzal lebaszod. De így is jó, csak jól melegedjen át. Jaj, megcsavarta a ginger az ormat. Majd mindjárt jöhet ide a tészta. Nem sokrá.
gomba kiengedte a levét, kérem. Konstancs János következik. Tehát a keményítő. Ez még nem elég. Ugye a keményítőt vízben kevertem el. Na, ez már döpi. Jöhet a tészta, kérem. Jöhet egy pillanat. Mondom a kuktának, hogy jöhet a tészta. Erre Ricsi is a lakásban kiment valahova. Elhagyta a terepet. Tehát a bakcsolynak a felső leveleit tettem rá. És a már lefagyasztott és felengedett, meleg vízben felengedett vastag tészta. Igen, jöhet, kérem szépen. Gyönyörű. És le is zárjuk. És ezennel ez a gyönyörű, szép, színes, jó illatú, nagyszerű étel elkészült. A keményítő azért kellett, szépen bevonja nekem a tésztát. Nézd oda, milyen gyönyörű lett minden. A gyerekek, itt van. Ez kell, ez nem kell ide. Egy ilyen saját elképzelés. Ez a kínai ételkészítés egyes mozzanatait felhasználtam, és egy saját ötlet szerint ezt elkészítettem, és megyünk kajálni, kérem. Remélem tetszett a dolog. Így néz ki. Peng, bang, kész. Egy kis vágott hagyma még a tetejére, az jól. Petrezselymet nem teszünk, ez így készen van, kérem. És akkor Évi megmutatja a vontonglevesnek a befejező szakaszát, fázist, hogy hogyan oldjuk meg. Az készen van, csak kiszedtem. Igen, beleteszünk egy kis zöldet. Megehetjük ezt. Apró. Tedd bele mindet. Hát azt mindet beleteszem. Csak. Úgy, igen. Ez egyébként nagyon finom. Nagyon. Hogyha így, ahogy van, ja. A nyersen kis vajra ráteszed, pár percig megpárolod, kis só. És kész. És egy kis, mi ez? Snidling. Snidling, ja. De jó, asztal. Ezt se kóstoltuk. Megkóstoltad? Semmit. Se. Semmit nem kóstoltunk meg. Se. Szerintem sortlan lesz. Valószínű. Sort nem tettem bele. Nekem nem. Abszolút nem. A leves az biztos, hogy nem sortlan. Finom lett így? Uh-huh. Azaz. Gyerekek, hagyd mutassam meg közelebbről. El kell vágni. Ez nagyon finom. Ebbe van? Mi van ebbe? Mit mondtuk? Shrimp meg pork. Disznóhús és különböző fűszerek, és azt hiszem hagyma. Mm-hmm. És ők ezt beleteszik abba a tésztába. Jó, na most innen vegyék kicsit, légy szíves, egy kóstolást, és akkor hagylak békén. Ez olyan, hogy... Várja, mert... Ez a rizs tészta, gyerekek. Mind a kígyó olyan, várja. Na, érzed rajta az ecetet mondjuk, a cukrot, semmit, igaz? De viszont ilyen sweet sour, ugye az megvan, meg a gyömbér. Ginger. Nem, ki érzik belőle a gyömbér? Igen, a fokhagyma, az már nem annyira. Inkább gyömbér. Gyömbér, nem baj. A gomba aztán végképp nem érződik ki semmi. Na gyerekek, ennyi voltunk. Hát ez egy gyors kínai kaja. Köszönöm, hogy végignéztétek. Ebből aztán ehetsz, amennyit akarsz, nem hízolt vele. Amikor is... Janikáik elindultak. Mondjad? Kicsit. Mondom, ebből aztán annyit ehetsz, amennyit akarsz. Hát, ja. Mert nem hízla. Mondjuk a tésztával egy kicsit vigyázni kell. Ja, azt, hogy fél óra ugyanan éhes vagy. No. Koko nem kapott semmit. Szegény kis kutya. Nem, mert reggel nagyon sokat evett. Majd egy kis nasit fogsz kapni, de nem ebből. Jó, kis kutyám. Jó van, egyen meg a szívedet, osztott. Nagyon jól viselkedett máma.
Alright. Maradunk tisztelettel. Jani bácsi, Floridából. Sziasztok. Bye bye. Na gyerekek, borzasztó pillanatok jönnek. Erőt kell vegyek magam. Egy kis pondró. Borítsak ki előtt. Kis pondró. Kezem is olyan lesz, nem kéne kesztyűt venni? Na most ezzel nem tudom, mit csináljak. Te karikázod le. Na, ez csak egy... Na, most csak kezedtől nem látni semmit. Na. És mi ez, hogy nem szabad megenni a magját? Igen. Na? Ennek az a neve, hogy noni. Noni. Noni, egy havai gyümölcs, ami egy fánterem, gondolom, igen, ugye? Igen, láttam, ja. Még sokkal nagyobb. És... Várj, mert a kezemen is olyan marad akkor. Na most az a szagáról egy pár szót. Az elmondhatatlan. Nem tudok róla beszélni, mert... Van az a nagyon büdös növény, amit nem szabad fölvinni a repülőtre, meg fölnyitni az átérbe. Jackfruit? Na, az a nagy... Azt nem tudom. Az a irtózatosan büdös. Ebbe gyorsan... Hát ez körülbelül olyasmi, mint amikor rohad a lába valakinek. Körülbelül az a szag. És rettenetesen kellemetlen. Lábszag, szájszag. Fúj. Romlott, hússzag, mit tudom én. Ja, mint a dögrött macska. Na most körülbelül az a szag van. Nem tudom, hogy ezt most nézod, és még így ragad is ilyen, ilyen. Bocs. Rettenetesen büdös, nem tudom mihez hasonlít. Lábszag. Olyan érett sajthoz hasonlít. Na, mint igen, a kamember. Párpusztai, kamember, lábszag. Na most, ha így meg lehet így is nyersen enni, de nem sokat. Na most, ha megeszed, akkor a szád belül elzsibbad. Körülbelül olyan érzés lesz, mikor ha nyersen megeszed elég sok pineapple, ananászt. Yeah. Tudod, akkor ugye ananász... Igen, mert a nyálka hátját ananász nagyon ki... Ja. És viszont nagyon jó élettani hatása van, ősi időkre visszavezetve, igen, akár rák... Szexuális problémáid voltak, akkor azt nem tudom. Ezután még nagyobbak lesznek. Lehet. Nem tudom, de az immunrendszer, nagyon sok benne a vitamin, B-vitamin. Na, kóstol. Nagyon büdös. Úgyhogy ezt vissza is teszem ide, jó? De a karikát vágja már lehet. Vágjak? Jó. Már. A nézők így nem látják, hogy mi ez. Ajja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 j
lámba, de utána ne. A magokat ki kell köpni. De így a büdös, hogy kezeled? Fúj! Én meg se kóstolom, gyerekek. Én éreztem a szagát, úgyhogy ez nekem elég is volt. Na? Hogy bírod ezt meg? Fúj! Mehetsz rókázni. Zsibbad. Zsibbad? Na jó van, gyerekek, ennyi a Noniról. Olyan, mint hogyha paprika lenne a nyelvemen. Én megéreztem a szagát, aztán kész. Na, ennyi. Megsózod, megcukrozod, csinálsz te ezzel szerintem, amit akarsz. Szoktak belőle csinálni juice. Lehet venni üvegbe juice. Na, de az nem büdös. Egy ilyen literes, fél literes üvegbe valami $30. Ja. $30-34. Az Koko! Az ilyen koko. Na jó, nekis gyerekek, ennyit. Gondolom, nagyon szépen ismertettük. Alright, sziasztok, bye-bye. Tényleg zsibbad. Vegyetek, ha tudtok, kóstoljátok meg. Készüljetek fel rá, hogy nagyon büdös a kezem. Bye.